hát gyakorlatilag 13-16 van. Én úgy érzem, hogy lassan elkezdem. Először is igenis sértve érzem magam, mert senki nem szólt, hogy az első virtuális gépnek elírtam a nevét. Azóta kijavítottam, így van, Ubuntut írtam, és innen látszik, hogy gépnévnek már azért átírtam, de ugye a diszk neveként már nem tudtam, és triviálisan nem is lehet, úgyhogy nem kezdtem el ebbe a szépészeti beavatkozásba ilyen hosszasan. Na mindegy, volt, aki hallotta, hogy kimondta a szép eredeti nevét, úgyhogy lehet, hogy valaki mégiscsak figyel. Na, közben a szerver a nehezen is, de túljutott a telepítésen. Annyira túljutott, hogy boldogan anélkül, hogy bármit kérdezett volna tőlem, újraindult. Természetesen rábutolt a CD-re, és újra elindult az, hogy akkor most mégis hogyan tovább. Úgyhogy akkor azért már kikapcsoltam. De hát elvileg most ott tartunk, hogy föl van telepítve ez a két, a karakteres felületű, illetve hát a grafikus felületű bűntú is, ugye, ami most települt. Aztán ugye hát ott van még a mellette levő, az a másik három, amit itt korábban előkészítettem, tehát hogy a későbbiek során az, hogy most ki melyiket hogyan használja, hát az nyilván, ha ez a tiétek lenne, akkor ti döntenétek el, így én majd kiválasztom valamelyiket, és akkor azok fogok dolgozni. És hát ezen megyünk tovább. Na most, közben ugye itt egy apróság történt, volt akinek föltűnt, volt akinek nem, hogy hát én nagyon gyorsan haladtam ahhoz képest, hogy számítottam rá, tehát igazság szerint a telepítés lassabb volt annál, mint amire számítottam, csak éppen amit mondtam, azt mondtam kicsit gyorsabban annál, mint amire számítottam. Úgyhogy hát ugye a mai napnak ugye nagyjából azt lehet mondani, hogy hát majdnem minden része már volt ahol, ami előzetes terveim szerint a mai nap során elhangzott. Úgyhogy gyorsan még itt a tematika alapján azt a pár mondatot, amit még ugye egyébként a telepítés közben terveztem elmondani, azt azért elmondanám. Aztán bármilyen kínos is azok számára, akik ma nincsenek itt, és később tervezték volna, hát akkor megyek tovább, és hogy nagyjából be van lőve, hogy meddig szeretném elmondani, de az már igazából a holnapi napra tervezett anyag része. Köszönöm szépen a javítást, igen, nem a holnapi, hanem a következő volt. És hogy mivel úgy tűnt, hogy nem feltétlenül sikerült teljesen érthetően elmondanom a másik felét, akkor ezt most tisztázok. Úgy van ez az egész előadás sorozat kitalálva, hogy egy nap előadás, egy nap gyakorlat. Na most ugye egy, ne kelljen ide utazni annak, aki utazik hozzá. Kettő, azt, hogy most egy héten egy előadás gyakorlat, azaz négy napra valakit kiszedjenek a munkahelyéről, azt akkor se díjazzák, hogyha egyébként semmit nem jelent, és az illetőnek egész állónak csak haját kéne fésülgetnie. Na most, ha ehhez képest még dolgoznia is kell, akkor pláne nem szokták szeretni. Ezért aztán ugye az volt a házon belüli megállapodás, hogy én minden nap végére mondok, vagy fölrakok nektek gyakorlatot, amit ti a következő nap kell megcsinálnatok. És ez egy nagyon lényeges dolog, hogy most ezt nem nagyon lehet húzni, halogatni, mert a gyakorlat holnapra van tervezve, de csütörtökön én már abból fogok kiindulni, hogy ami elhangzott, azt ti kipróbáltátok, ha problémát akkor vagy megkérdeztétek a gyakorlati időbe, vagy meg kell beszélni max. 5 percben a következő előadás kezdeténél. Természetszerűleg tehát most a keddi előadás után a holnapi gyakorlatozati dolgotok, majd amit mondok, azt csináljátok meg. Ezt azért jobban elviselik, mert akkor legalább a helyeden vagy. Nyilván, hogyha neked ezen kívül természetesen 160 órai munkád lesz holnapra, akkor kevés időd lesz a gyakorlatra. Ennek ellenére ugye cél az lenne, hogy holnap, akkor ez, illetve minden áldott előadás a másnapján próbál megcsinálni. Ugye a következő előadáson egy ilyen röviden átszaladunk rajta, egyrészt, hogy mi volt, másrészt, hogy mi volt esetleg problémás a feladatokban. Az benne van, de nagyon sok idő nincs igazából erre a részére, tehát az nem fog menni, hogy jó, nézegeted a feladatokat, tűnődsz, aztán szépen ráhalszol, és majd akkor csütörtökön megbeszéljük. Nem, csütörtökön legfeljebb csak a nagyon extrém dolgot
lehetnek beszélni, mert nincs rá egyszerűen idő. Azaz a gyakorlás az bármilyen kellemetlen, egy normális oktatásban az ugye abban az értelemben ténylegesen szerves része az oktatásnak, hogy mindenki ott van, együtt csináljuk, illetve együtt beszéljük végig, és van rá számba közös idő. Itt egyszerűen nem lehetett annyi időre kivenni benneteket a munkahelyről, azt sajnos nem lehetett volna végigvezetni, tehát csináljátok meg. Aztán csütörtökön pár szót beszélünk rajta, megint tovább, csütörtökön megint kaptok. Ott nyilván van nektek, hogy most akkor a munkaidőtöket rontjátok el, vagy a szabadidőtöket. Azaz hétvégén csinálod, vagy hétfőn, az nem érdekes. Illetve hát ugye már mivel az van, hogy egy hét oktatás, egy hét szület, egy hét oktatás, egy hét szület, ugye ez így háromszor egymás után, tehát elvileg a csütörtöki feladatokra neked sokkal hosszabb időd van, hogy pontosan mikor is akarod megcsinálni, csak ugye abban az értelemben nincs hosszabb idő, hogy ugye én csak egy adott időpontban, azaz a előadást követő napon tudok veletek neten keresztül kommunikálni, mert mit az Isten érdekes, mondom, nekem is van ezen kívül más elfoglaltságom, ezért aztán én sem mindig tudok azzal foglalkozni, hogy oké, valaki csak szerda hajnalba ér rá, akkor ő akkor szeretné megtudni, nem, sajnos ez nem megy. Azaz, elvileg egy hét négy nap, amiből kettőt viszont egyedül fogsz a feladatokkal eltölteni, meg nem is nagy rész. A 22-e, 24-e az tök jó, mert 23-e nem kell dolgozni, egész nap gyakorolhatsz. Így, ahogy mondod, igen. Bármint, aki nem igen. Igen, ez nagyon jól esett, amikor konstatáltuk, hogy a naptárat jól belőttük, és én 23-án majd ott fogok ülni. Hát most mit mondjak, ez van. Na lehet, hogy valami útközbenről, vagy mobil hálózatról intézem a dolgot, szóval nem tudom, de igen, az kicsit rosszul sikerült kiválasztani. A baj az, hogy amikor erre ráébredtünk, akkor már reménytelenül később, és totálisan szétcsúszott, na, az egyébként is kicsit összekuszálódott vége, mert ugye, hogy meg ráadásul egy napra el is vették tőlünk a termet, illetve már nem tudtuk lefoglalni, akkor amikor akar. Úgyhogy ez mind szép, hogy elvileg ilyen egy hét munka, egy hét szabadidő, és lezavarjuk ezt ugye három ilyen menetbe, hát ehhez képest egy kicsit szét fog csúszni a dolog. Na most, szóval itt ugye a telepítés közben volt előbbre magamnak betervezve, hogy hát azért beszélek itt pár dologról, és hát még egyszer mondom, ezek mindegyikéről mondjuk úgy, hogy önálló fejezet lesz, tehát nem akarom ennél nagyon sokkal részletesebben elmondani azokat, amik nem hangzottak el, de azért, ha már egyszer otthon beszéljünk erről is pár szót. Ugye a telepítés közben elmondanom, hogy szabad oprendszerek és disztribúciók, hát ugye a disztribúció szinten azért legalább pár nevet már említettem. Ugye kiemeltem tulajdonképp három fontosabb olyan Linux disztribúciót, amiben legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy érdemes gondolkodni. A szabad oprendszerek részét azt ugye lazán elintéztem azzal, hogy aki még nem látta elégszer a laptopom hátulján azt a feliratot, hogy FreeBSD, akkor ennek most már megmutatom. A lényeg az, hogy hogy mondjam, nem baj, ha azért elhangzik, még ha nem is ez a központi cél, hogy tudjatok róla, hogy nem a Linux az egyetlen, az ilyen ingyenesen használható operációs rendszerek közül, vannak mások, legjellemzőbbként én nyilván azt fogom mondani, a BSD-k. Körülbelül ugyanazokat lehet róla elmondani, picit más elvek alapján készülnek, tehát ha valakit érdekel, kedve van, játszani akar, meg akarja ismerni, akkor van alternatíva. Még a Linuxnak is van alternatívája, aki ugye már önmagában is egy alternatíva. Úgyhogy ez már végképp a kezelhetetlen bajonultságot okozza az alternatíva, és annak is egy nyilván. Na most, hogy melyik a jobb, az egy általában létező, nagyon kellemes vitát tud kiváltani ez a fajta kérdés, úgyhogy maradjunk annyiba. Melyik a jobb általad eddig használt operációs rendszer? Jé, miért nem azt használod? Vagy nyilván azért használod azt, amit, mert azt tartod legjobbnak. Azaz eléggé egyértelmű, hogy melyik a jobb, az kicsit sokféleképpen lehet megmagyarázni. Van, akinek egyik tetszik, van, akinek másik. Én magam részéről lassan 20 éve használok FreeBSD-t, úgy érzem, hogy mostanra már körülbelül ismerem is. Ehhez képest 22 éve használok Linuxot, de még mindig nem érzem úgy, hogy ismerem, tehát
Ennek egyébként persze elég egyszerű oka van, sokkal több Linux disztribúcióval és sokkal többet próbáltam, mint amennyiféle DSD-je van. És mivel BSD-nél nagyon könnyű volt rögtön az elején megtalálni a legjobbat, ott leragadtam Linux-nál, elég sokáig próbálkoztam. Hát, ha a másik jobb lesz. Na most, a lényeg, hogy válasszál. Vagy legalább nézd meg, aztán nem tetszik, nem tetszik. És mit veszítettél vele? Veszítettél néhány ISO image letöltési sávszélességet okok a helyetnek, körülbelül. Na most, a diszkek partíciók részből tulajdonképpen pont arról annyi hangzott el, amennyit én is akartam mondani, azzal, hogy mondom a RAID és az LVM kezelésről sokkal részletesebben majd lesz szó. Ellenben hát ugye nem nagyon lihegtem túl például a felhasználó kezelést. Tehát amit ugye ebből kell tudni, abból a telepítés során egy info elhangzott, hogy mivel eredendően tulajdonképpen a Linux külsének számító Unixos rendszerek is eleve több felhasználósak voltak, az első pillanattól kezdve érvényes az, hogy ezeket a felhasználókat valahogy meg kell különböztetni. Tehát van valami azonosítási mechanizmus, illetve valahogyan azonosítjuk a felhasználókat. Innentől kezdve ugye ez elhangzott, hogy ez úgy néz ki, hogy a felhasználóknak van egy bejelentkezési nevük, általánosságban az, hogy mindenhol az van használatban. A legtöbb naplóban ez szerepel. A legtöbb parancsban ezzel hivatkozol a felhasználóra. Az más kérdés, ez az, amit mondtam, hogy cserében, a háttérben az operációs rendszer számára az egy egyszerű szám. Hagyományosan 0-tól 65535-ig. Terjedő tartományra kerülő szám, gyakorlatban ma már ezt erőteljesen följebb tornázták a milliós nagyságrendbe. Ennek nyilván megvan a maga szerepe, sokkal inkább nagyvállalati környezetben szempont az, hogy te szám alapján azonosítható módon, te most 60 ezer user-t, vagy 400 ezer user-t, vagy 4 millió felhasználót tudsz megcímezni. Nyilván addig, ameddig login névről, tehát ugye erről a bizonyos betűszám tetszőleges, vagy majdnem tetszőleges kombinációjáról beszélünk, addig azért egy sokkal nagyobb tartomány. De amíg szám, addig bizony van az, hogy most 1 byte-on, 2 byte-on, 4 byte-on, 8 byte-on mennyit tudunk tárolni. Úgyhogy tudni, hála a jó Istennek, viszonylag ritkán kell. Ellenben a hozzáférés szabályozás, ami feltehetően a következő alkalomnak lesz majd már a része. Azzal kapcsolatban mindenképpen fontos azt is, hogy a felhasználókat egyébként körülbelül ugyanúgy, mint ahogy feltétlenül jobban ismert Windows-os környezetben, csoportokba lehet sorolni, és az, hogy te valakivel egy csoportba kerülsz, az valamilyen értelemben azt jelenti, hogy valahogyan hasonlítotok. Unixos, illetve Linuxos világban ez általában annyit akar, és abszolút nem jelent semmi többet, hogy a különböző erőforrásokhoz való hozzáférés szempontjából a hagyományos jogosultsági mechanizmusban bizony a csoportba tartozás az belefér. Ha két felhasználó ugyanannak a csoportnak a része, akkor nagy eséllyel ugyanazokhoz a dolgokhoz férhetnek hozzá. Ugyanúgy, ahogy a bejelentkezési nevek kapcsán mondtam, hogy van a név, betűszám, ilyen-olyan-olyan hosszú kombinációja, és van a technikailag a háttérben levő azonosító, ugyanez érvényes a csoportokra is. Csoportoknak is nevük van, de egyébként a rendszer szintjén ugyanúgy számokként tárolódnak, mint ahogy a felhasználók. Csak az elsőt felhasználó névnek és felhasználó azonosítónak, másodikat nyilván csoportnévnek, tehát a csoport azonosítónak hívják. A kettőnek egyéb iránt semmi köze nincs egymáshoz, vannak bevált konvenciók, ahol esetleg lehet találni ilyen hasonlóságokkal, de ezek, mint ahogy mondtam is, konvenció, nem kötelező érvényű szabályok. Na most, az alapvető hálózati beállítások, hát ez ugye az volt az a rész, amit simán kihagytam, mert hogy a telepítés annyira leegyszerűsítette ezt a részét, hogy föl sem tűnt, illetve már csak a második telepítésben tűnt föl, hogy jé, hogy valahol megjelent valami hálózattal kapcsolatos info is. Úgyhogy pár apróság. Mit kell ez alatt érteni? Ugye van a gépben valamilyen hálózati interfész, vagy vannak hálózati interfészek. Nyilván főleg szerver esetében logikusabb, hogy elterjedtebb talán azt mondani, hogy több hálózati interfész van. Más kérdés, hogy mai
desktop használatban azt kell, hogy mondjam, hogy szinte nagyobb esély van arra, hogy a desktop gépedben több hálózati interfész van, mint a szerverben. Miért? Hát mert kábeles meg wifi. Esetleg még egy kis mobilnet is előfordulhat, sőt, extrém sportolók Bluetooth-ból is építhetnek hálózatot, ha olyanjuk van, tehát lehet azt még ragozni. Soros kábelen keresztül végig slip, modernet, PPT kapcsolatokat lehet építeni, és azok is hálózati interfészként jelennek meg, és őszintén szólva, onnantól, hogy wifi, ezek mind-mind sokkal jellemzőbbek a desktop környezetben. A lényeg, hogy néhány hálózati interfész van. Na most ahhoz, hogy ezek a gépek a ti általában használt hálózatotokon működni tudjanak, nyilván illeszkedni kell az ott használatos, ott beállított paraméterekhez. Azaz, van itt még olyan ember, aki IPX-et használ? Jó, de azért olyan valaki még hallott róla. Jó, oké, DECnet, na ne szórakozzunk már, SNA, ugyan menjünk már. Jó, szóval a lényeg az, hogy vannak, és ma már inkább egyre inkább csak voltak különböző hálózati protokollok, voltak, illetve vannak különböző hálózati eszközök. Na most ahhoz, hogy te a többiekkel kommunikálni kell, tudjál, ahhoz nyilván ugyanazt a nyelvet kell beszélned. Ma úgy gondolom, nem mondok vele nagyon meglepő dolgot, ha azt mondom, hogy általánosságban valószínűsíthetően mindenütt ugyanúgy TCP/IP protokollcsaládot használó hálózati környezet van használatban. Nagy eséllyel vállalatoknál még mindig relatíve elterjedt az klasszikus Ethernet hálózat. Jó, ma már talán nem 10 megabites Ethernet hálózat, de viszonylag ritkán 10 gigabit, vagy esetleg annál erősebb, komolyabb teljesítmény nyújtó hálózat. Innentől kezdve az, hogy most alapvető hálózati beállítás, akkor az nyilván azt jelenti, hogy oké, akkor mi is használjuk TCP/IP protokoll családot, mi is használjuk olyan címzést, illetve olyan címtartományt, amit a hálózat egyéb eszközei használ. Ez ugye egy kis cég esetében roppant egyszerű, a kis cégnél a rendszergazdának minden hatákörébe tartozik. Az övé a vasvásárlása, az övé a storage, az övé a hálózat konfigurálása, az övé a tűzfal, az övé a nyomtatópatron. Valamit kihagytam esetleg? Nem nagyon. Komolyabb méretű cégek esetén ebből azért, ha más nem a hálózatot és a háttértárakat, azért általában már külön gárdára szokták rálőcsölni. Azaz, amikor te mondjuk egy Linuxos telepítés során be szeretnél illeszkedni abba a bizonyos hálózatba, akkor ugye meg kell találni azt az embert, azt a részleget, aki ugye a hálózati paraméterekért felelős, és velük megalkotni. Míg mondjuk 15 évvel ezelőtt majdhogy nem egyedülalkodó volt az, hogy statikusan kiosztunk címeket, ennek a gépnek ez, annak a gépnek az, valahogyan központilag számon tartjuk, hogy mely címeket osztottak ki. Ott ugye ez annyit jelentett, hogy ha nem kerested meg a megfelelő részleget, akkor ütközhettél érdekes problémákba. Nagyon érdekes volt a régen 4 betűs, ma 3 betűs, és nem szeretik, mert a pénzünkben turkál című cégnél, ahol a második napon mondta a rendszergazda, hogy ma inkább még 10 perccel később kezdjük az oktatást. Nem azért, mert jót akartam neked, hanem mert azért, mert Veszprémi Ampegben valaki bekonfigurálta a oktatószerver IP címét. És a cég policia volt egyébként, hogy ki volt osztva a címtartomány, de valaki nem figyelt oda. Ma ez azért nem annyira jellemző probléma, mert van ugye már a dinamikus címhasználat és címkiosztás lényegesen elterjedte. Innentől kezdve, amikor azt mondom, hogy alapvető hálózati beállítás, az tulajdonképp annyit jelent, hogy ugye mi is DHCP-t használunk. És erre mindenki bólogat, hogy igen, vagy ha nem tudjuk, akkor a hálózati rendszerközben azt mondja, hogy igen, és akkor már csak abban bízhatunk, hogy rendes policy nincs. Mert ugye rendes policy esetén rádugom a hálózatra a gépemen, és azt mondja, hogy bináris 4. Nehogy már te még címet is kapjál.
mert ugye nincs beregisztrálva a gépet. Ahol egy ilyen általában használt policy van, ott bárki bármit ráadok, az egy idő után címet kap. Nyilván ezt persze lehet megfejelni, vagy bonyolítani azzal, hogy jó, az kevés, hogy én címet kapok, és kommunikálni tudok-e. Itt is belemehetnénk abba, hogy valamikor ő szerintük nem tudunk kommunikálni, mi szerintünk igen. A lényeg, hogy az alapvető hálózati beállítás ma egy mai Linux disztribúcióban pont annyira bonyolult, mint mondjuk egy mai, tényleg modern Windows esetében, azaz nem kell hozzányúlni, mert arra van felkészítve, hogy te DHCP-t használsz, tehát a hálózati paramétereket majd ő automatikusan beállítja. Nem igazán ez a kategória, mert ez már nem tartozik az igen alapszintű paraméterek közé, de mondjuk, hogyha a saját lokális hálózatodon kívülre akarsz kommunikálni, hogy azt hogyan teszed, van-e proxy, ha van proxy, mik a paraméterei, az egy másik dolog. Aki ugye ilyesmit konfigurált, az tudja, hogy proxy-t is elég sokféleképpen lehet állítani, és egészen addig, ameddig csak a böngészőről van szó, csak a böngésző dolga, hogy kilásson a netre, addig a proxy beállítás az ennyi, a felhasználónak tudni sem kell róla, ma már a böngészők ezt általában hivatalból elintézik. Nagyszerű, akkor ugye emlékeztethetem a társaság jelenlevő részeit arra, hogy milyen szép volt az, amikor a Windows-t kizárólag Internet Explorer-en keresztül lehetett update-elni, és mekkora nagy Uber lépés volt, amikor már nem volt kötelező azon keresztül frissíteni, mert egyéb böngészőn keresztül is ment, meg egyéb eszközök is voltak, amik ezt lehetővé tették. Itt ugyanaz a helyzet, amíg böngészni akarsz, addig rendesen beállított hálózati környezetben meg fogja kapni azt az információt, hogy a webböngészőt a kijáráshoz szükséges webproxy hol van. Abban a pillanatban, hogyha másra is szükséged van, például egy hálózaton keresztüli frissítésre, akkor már nem alapvető hálózati konfigúról van szó, azaz ott már azért kénytelen vagy legalább tudni arról, hogy ja, hát jó lenne tudni, hogy mi a proxy, mik a hozzátartozó paraméterek, hol kell ezeket beállítani. Azaz, kicsit vicces, de ilyen desktop felhasználóként tényleg semmit nem kell tudni arról, hogy alapvető hálózati beállítás. Természetszerűleg én magam is többször említettem, és nem szabad elfelejtkeznem arról, hogy ma még nem a Linux a mainstream operációs rendszer, következésképpen könnyen bele lehet futni, ha jó, annyira már nem könnyen, de bele lehet futni abba, hogy teszem azt, a gépen belevő Wi-Fi kártyát a Linux nem kezeli. Ma nem jellemző. 5-8 évvel ezelőtt ez sokkal jellemző probléma volt, ma általában ez nem okoz problémát, ennek ellenére nincs kizárva. Ugyanilyen módon nem jellemző, sőt ma már tényleg szerintem nagyítóval kell keresni, de előfordulhat, hogy nem látja a kábeles hálózatomhoz tartozó interfészt, mert valami speciális chip van benne. Azaz, változatot próbálom jelezni, nem fog úgy működni minden létező környezetben, hogy bekapcsolom, összedugom, működik, jó, rendben, elvileg összedugom és utána kapcsolom be. Mert előfordulhatnak ilyen problémák, de hát aki még nem futott bele abba, hogy a régi gépére szeretne új Windows-t, és sajnos csak Win98-as driver van hozzá, annak, ahogy mondom, gratulálok a szerencséjéhez. Azaz, reálisan kábeles nettel, nem, Wi-Fi-vel kevésbé, de azért nem lehet azt mondani, hogy 0% esélyed van arra, hogy ne találkozzál olyan jellegű problémával, hogy nem működik. Valami csekély valószínűsége van a dolognak, mert véletlenül próbáltam délelőtt utalni arra, hogy azért a hardware-t kell tudni vásárolni. Aki ügyes, az nyilván mai nap tud olyan hardware-t vásárolni, natívan, mert föl se tudná telepíteni rá a Windows-át. Kizárt dolog? Azért annyira nem, legfeljebb nehezebb valószínűleg, mint az én elképzelem. Ennek ellenére
általában ilyen jellegű probléma nincs, következésképp a hálózati konfigurálás az pont annyiból áll, mint amennyit látszott. Az a semennyiből. Van disztribúció, ami nagy vonalon megkérdezi, statikus hálózati paraméterek, vagy dinamikus. Beixelem, hogy statikus, nyilván bekéri. Beixelem, hogy dinamikus, innentől elintézi. Valamelyik külön megkérdezi, hogy azt ugye tudod, hogy 2013-ban már létezik IPv6? Akarod esetleg használni? És ha azt mondod, hogy igen, akkor úgy szintén állíthatod annak a paramétereit. De általában az egy hálózati beállítás az ennyit jelent. Nálunk DHCP van, ő DHCP-t natívan kezel, következésképpen működik. Na most az utolsó pont, az ugye igazság szerint szintén a telepítésnek, ugye abban a szépen hosszan elnyúló részében kellett volna ezt végigtárgyalni, amire is nagyon nem tértem ki, miről van szó. Magát az operációs rendszert valamilyen módon összekészítik, és számunkra telepíthetően odaadják. Igen ám, de mi van azokkal a szoftver komponensekkel, ami nem nélkülözhetetlen az adott környezet futtatásához. Tehát ugye itt volt valami olyasmi, hogy minimál virtuál szerver, illetve minimál szerver a második telepítés során. Feltehetően, ugye nem véletlenül mondtam azt, hogy ez azért jó, mert ha nekem levelező szervert kell építenem, akkor a levelezéshez szükséges szoftverkomponenseket telepítem. Ha ez egy hálózat infrastruktúra szervere, DHCP, DNS, NTP információkat szolgáltató, akkor az ezzel kapcsolatos komponenseket telepítem. Ha ez egy adatbázis szerver lesz, akkor nyilván az adatbázis kezelőt telepítem. Igen, de hogyan? És itt jön elő az egyik ma még mindig meglehetősen komoly vitákat fakasztó, nagyon lényeges különbség az egyes Linux disztribúció terjesztések között. Milyen módon tároljuk, milyen módon kezeljük a telepíthető csomagokat, ami egyrészt jelenti azt, hogy milyen formában érhető el, másrészt milyen eszközök segítségével telepíthető. Na most, ez ügyben, amit mindenképpen itt az elején, itt a telepítés során el kellett volna mondanom, az a következő. Ma gyakorlatilag két csomagformátum van, meg mellette meg nem nevezett számban különböző futottak még kategóriát. Azaz, például ez egy létező, legfeljebb nem illik annak hívni, csomagformátum, ami semmi egyébből nem áll, mint a fájlrendszerben felmásolandó fájlok együttesében, mintha azt mondanám, hogy van egy zip fájl, benne van 73 alkönyvtár, illetve fájl. A telepítés abból áll, hogy ezt a tömörített állományt kicsomagolom, és minden fájl a helyére kerül. Erre azért mondom, hogy ezt nem kéne csomagformátumnak tekinteni, mert ha tényleg csak ennyiből áll, akkor hogyan fogom ezt a csomagot eltávolítani, amikor rájövök, hogy ez nem jó? Hogyan fogom ezt a csomagot frissíteni, amikor kijön belőle egy javítás? Kellenek ahhoz, hogy ezek a műveletek könnyedén végrehajthatóak legyenek, bizonyos metainformációk. És hát nyilván a csomagkezelés az abból áll, hogy a metainformációk mik, milyen infókat lehet lekérdezni, milyen infók tárolandók, milyen infók generálandók, és persze ugye milyen eszközökkel kezeljük. Na most ugye három disztribúciót emlegettem, mondtam a Red Hat-féle, ugye szapportált, a SUSE-féle szintén szapportált verziókon, ezeket azért sorolom itt most kivételesen egy kalap alá, mert mind a kettő ugyanazt a csomagformátumot és egy jó részt ugyanazt a csomag kezelőeszközt támogatják. Ennek neve egyébként RPM, és hát bizonyos megfogalmazások szerint ez a Red Hat Package Manager rövidítése, vagy nem. De például a hozzátartozó csomagkezelő az szintén egy parancs, aminek az a neve, hogy RPM. Természetszerűleg ez a két terjesztés noha ugyanazt a csomagformátumot és ugyanazt a csomagkezelőt használja,
nem képes, vagy legalábbis jobb a békesség alapon, erőteljesen nem javasolt összekeverni egy Red Hat-re feltelepíteni egy Suzéra tervezett csomagot. 99% eséllyel hosszú távon mindenképpen megbosszulja magát. Azaz nem mindegy, hogy az az RPM az most Red Hat-re, Suzéra, vagy valamilyen egyéb, itt éppen nem tárgyalt, úgy szintén RPM-et használó disztribúcióra készült. A másik, szintén elterjedt csomagformátum az a DEB formátum, ami eredendően a Debian névre hallgató terjesztésnek a saját formátuma volt. Technikailag egyébként a RPM és a DEB között olyan nagyon lényeges különbségek nincsenek, mert hogy mind a kettőben ugyanaz van, amit az előbb már elmondtam, egy halom fájl és könyvtár, csak éppen a mellékes metaadatokban van nagyon lényeges, illetve a metaadatok kezelésében van, ennél is sokkal lényegesebb eltérés. Na most a Debian csomagformátum ez kicsit zűrös, mert DEB-nek hívják a csomagformátumot, és DPKG-nak hozzátartozó csomagkezelő. Azaz nagy esélye, mondjuk az, hogy Debian package manager, ebből ugye az manager-t kicsit nehéz beleérteni a DPKG-ban. A lényeg, hogy ez a másik elterjedt formátum. Na most hát ugye Debianról eddig nem volt szó, úgyhogy egy fél mondat kitérő. Az Ubuntu az a Debiannak egy, mondjuk úgy, hogy ma már teljesen önálló életet élő leszármazottja. Teljesen meglepő módon a formátumot is, és persze a csomagkezelő rendszerét is átvette a Debiantól. Azok, akik szeretnek ennél sokkal élesebben fogalmazni, ezek szoktak is időnként ennél élesebben fogalmazni, és ebből is nagyon kellemes vitákat tudnak egyesek produkálni. Na most akkor Debian, Ubuntu, miért jó egyik, miért jó másik, ez kell nekem, azt kell, mindegy. Kipróbálod, eldöntöd, választ. Azaz, azon túlmenően, hogy van itt, én azt mondtam, hogy háromféle formátum, kettő, amit nevesítettem, meg a maradék az összes többi, és az ezekhez tartozó csomagkezelő eszköz, ezek igazából ugyanarra szolgálnak. Az adott terjesztésben lehetővé teszik azt, hogy a minimalista, a feltétlenül szükséges applikációkon kívül te tudjál újabbakat telepíteni, illetve nyilvánvalóan tudjál eltávolítani, hogyha valamit fölöslegesen tettél fel. Illetve, és hát ez már egy pont elég komoly lépéssel tovább vezet, lehetőséget biztosít arra, hogy te későbbiek során majd aztán frissíthessél. Ugye ez például a Windows-os világban is meglehetősen sajátosan úgy zajlik, hogy van egy elég szűk kör, aminek a frissítésére van a Microsoft által adott eszköz, és aztán van egy nagyon nagy méretű olyan eszköz, aminél mindenki saját maga találja, hogy ő maga konkrétan, ahogy intézi a frissítést. Ma, ha fölteszel egy képnézegetőt, akkor nagy eséllyel megtalálod benne, hogy ha itt bepipálod, akkor ő majd automatikusan megkeres, hogy van a frissítés. Vagy ha ide kattintasz a menüjében, akkor majd ő megnézi neked. Vagy fölmegy legalább a weboldalra, hogy te megnézhess, hogy van a frissítés. És van olyan, aminél a frissítés semmi egyébként nem jelent, mint helyetted letölti, helyetted leszedi, helyetted rákattint az indítás. És a frissítés az egy teljesen szabályos eltávolítás, újra telepítés, csak az újabb verzióval. Nincs ezzel semmi gond egy jó darabig. De egyébként én úgy érzem, az én egyvetősen csekély ilyet jellegű információimból, hogy az otthoni felhasználók problémáinak zömét pontosan a csomagkezelésnek ez a meglehetősen használata tudja okozni, nem véletlen, hogy olyan vállalati környezetben, ahol korrekt alkalmazás telepítési policy van, ott ilyen jellegű probléma lényegesen kevesebb van. Nem maradnak szemétdarabok, nem történik, hogy ugyanannak az alkalmazásnak 43 verziója a disz különböző részein. Jól elrajtva ott van és akadályozza meg a két évvel később telepített szoftver viselkedését, működését, viselkedését. Azaz,
Azt kell, hogy mondjam, hogy noha ez egy látszólag meglehetősen csekély része annak, hogy egy operációs rendszer hogy működik, hogy milyen csomagformátumot és milyen csomagkezelőt használ, sajnos a problémák egy jelentős részét egy jó csomagkezelő használatával egyszerűen meg lehetne szüntetni. Csak hát ahhoz meg kellett volna írni a jó csomagkezelőt. Azaz sok esetben maga az a vita, hogy most a RTM a jobb csomagformátum, vagy a Debian féle Deba jobb formátum. Mert igazából az, hogy melyik a két eszközből a jobb, az általában nem szokták vitatni. Erre majd visszatérünk akkor, amikor magáról a csomagtelepítésről. Talán a két alkalommal később levő vetítés során lesz egy picit részletesebben szó. Most maradjunk annyiban, hogy olyanról lehet találni létező információkat, amikor egy RPM-et használó teljes rendszert, egy teljes terjesztést átállítanak arra, hogy Debian formátumot használjon, a fordítottjára még egyelőre csak tervek voltak a világban összesen, csak egy ilyenről hallottam, de megvalósítás nem történt. Azaz általában azt mondják, hogy bizony ezen lehet ugyan vitatkozni, de nem érdemes, a Debian csomagkezelője sokkal többet tud, sokkal szebb, sokkal jobb. Lehet! Hála jó Istennek felhasználók jelentős többsége számára azok, amik kellenek, alapból mindegyikben benne vannak, úgyhogy tökéletesen jól kezelhető. Lehet fölrakni, csak gondolom leszedni. Meg azt is lehet, hogy frissítsek, mert ennél többet általában persze nem akar az ember. Nyilván, ha valakinek vannak ellenvéleményei, akkor majd szünetbe érdekelne, hogy mit akarsz még a csomagkezelésen ezen kívül. Mert van elképzelésem, de hát ha más-más gondol. Úgy gondolom, hogy ha nem szaladtam volna el annyira a délelőtt során, akkor körülbelül ez lett volna a mai nap anyaga, és körülbelül itt lett volna a vége. Viszont mivel azért iszonyatosan töményen fogunk a későbbiekben haladni, így most némi fejvakarás után abban maradtunk a szünetbe, hogy bármilyen furcsa és mennyire kellemetlen azok számára, akik elvileg csak csütörtöktől jönnének. Ennek ellenére én itt most folytatom. Azaz átváltok egy másik üzemmódba, ugye az eddigiekben itt volt a virtuális gépek, a telepítő ablak, és azt lehetett nézegetni. Most pedig ugye visszatérek a klasszikus előadás stílusba, innentől mancika vagyok a szerencsekerékből, slideshow lesz, lapozok, mosolygok, mindenki olvashatja magának, és ha helyesírási hibát lát, akkor szóljon. Nyilvánvaló módon. Na szóval! Ezen reményeim szerint, ha mindenki túljutott valamikor a délelőtt során, és hát akkor ugorjunk neki, és mint azt az elején már eleve megpróbáltam eléggé egyértelműen jelezni, most jön az, ami ezen az ábrán látszik. Ha valaki jobban végig gondolja, hogy ő, mint informatikával foglalkozó, mit tud, mit képzel a Unix-Linux világról, vagy esetleg egyéb informatikus ismerőseit megkérdezi, azok az esetek többségében már ezt is erős túlzásnak érzik. Már ez is túl van azon a kényelmi szinten és látványvilágon, amit egy átlagos Linux rendszernél az ember megkap. Azaz, van valami brutál külsejű kijelző, karakteres felület, aki esetleg ismerősebb, jártasabb a Unix-Linux világban, az még a VI nevű csodálatos szövegszerkesztőt is fölismerheti az ábrán. Aki nem tudná, annak megpróbálom érzékeltetni. Ebből a szövegszerkesztőből már kijönni sem szoktak tudni. Ennél már csak az szokott nehezebb lenni, amikor megpróbál valaki szöveget bevinni benne. Mert ezt sem szokták tudni megtalálni, hogy hogy kell. És a tapasztalat az az, hogy jellemzően annyi történik, hogy addig nyomogatja a billentyűzetet, amíg vagy sikerül kijelentkezni a rendszerből, ami szép teljesítmény egyébként, vagy pedig kijut a VI-ból, csak nem tud róla, hogy ő mellékesen ott hagyta, mint amikor egy ilyen grafikus feltű ablakon háttérben rakom az alkalmazást, vagy leikonizálom.
és anélkül, hogy ő erről tud, Navár is előállította azt, hogy fut valahol a VI, és arra vár, hogy fejezd be a szerkesztést, de egyébként látszólag csinálhatsz bármit. Na most, magáról a VI-ról most kell itt a társaságot elkeserítenem, nem lesz. Ugyanis abban maradtunk, hogy ha VI-ról is szó van, akkor kész. Én arról egész áldó héten tudnék beszélni, én ugyanis szeretem használni. Ennek persze egyetlen nagyon prózai oka van. Én rászántam azt a fél évet. Átlag embernek azért ennyi ideje nincs. Sőt, átlag felettinek sem nagyon. Úgyhogy mondjuk, ha valaki, bocsánat, nem akarok ezzel, tényleg nem illik viccelődni, szóval véletlenül munkanélkülű leszel, akkor használd ki ezt az időt. Pont jó lesz rá. Na szóval, valamikor a hőskorban a Unix, és ami a kínosabb része a dolognak, hogy még a Linux rendszerek is valami így néztek ki. Bota, karakteres felület, csupa 2-3-4 betűs parancs, aminél egy átlag szerencsétlen rendszergazda körülbelül annyit tud, hogy van valami olyan 1000 és 3000 közötti nagyságrendű parancs, amit azért lássuk be egy-két és három betűs rövidítésekből, nehéz úgy feltölteni, hogy még mindig értelme legyen. És akkor ehhez képest, hogy van mondjuk 2500 ilyen parancsunk, átlag parancs képes 10, 15, 20, 30, 50 módosítót elkezelni, és hát ebből áll a napi munka, hogy az ember így véletlenszerűen benyúl a betűlistába, egymás mellé hány hármat, négyet belőle, lenyomja az entert, és bízik benne, hogy értelmes eredményt kap. Na erről lesz szó a továbbiakban. Ezzel szemben, mint azt bármennyire is nem sikerült, de az előzőkben azt próbáltam jelezni, hogy azért egy modern Linux már nem egészen így néz ki, és természetesen a modern Linux használat sem így néz ki. Azaz, némi küzdelmek árán találtunk olyan fotót, aminek két jellemző tulajdonsága van. Az egyik nagyon jellemző tulajdonsága, hogy legálisan rakhattam bele a slideshow-ba. Lássuk be, ezt viszonylag kevesen szokták figyelemmel kísérni, de okoz is időnként problémát, amikor azt mondja, hogy tehát az onnan lett kilopva. Ez is ki lett lopva, csak éppen egy olyan oldalról, ahol le volt aláírva, hogy nyugodtan, vigyed Isten hírive. A másik fele, hogy igyekeztem olyan képet találni, az kényes van, hogy ez egy későbbi igényem volt, ami legalább halványan emlékeztet arra, hogy ma általában egy klasszikus desktop környezet kinéz. Azaz, ott van rajta valami olyan fekete izé, amiről a felhasználók, a Windows-t felhasználók zöme ránéz és felismeri, hogy mi az. Holott ugye ez nem egy Windows-os gép. Mi az Isten az a bal felső sarokban levő fekete? Ja, hát belefogtam. Jó, akkor itt nem hallgat senki zenét. Nem. Így van, az egyik klasszikus zenelejátszó szoftver, és egyébként az egyik klasszikus Windows alatfutó alkalmazásnak a felületének a tulajdonképpen még lemásolása, mint ahogy a bal alsó sarokban levő neve is az, hogy MT Paint, ha valaki nem jött volna rá, egy úgy szintén viszonylag standarden létező, az más kérdés, hogy szerintem ritkán használt eszközt. Kicsit távolról emlékeztető úrról azt lemásoló felülettel rendelkező ilyen rajzoló programocskája. Na most, hogy azon kívül mi van még az ábrán, azt őszintén én sem nagyon tudom, ott fölül van egy papi Linux rules.txt, tehát én azt egy szövegszerkesztőnek tippelném a jobb felső sarokban. A gék színe, arra legalább tudom, hogy az egy videó lejátszó, bár nyomát nem látom az adott ábrán. De legalább azért, ha jobban ránézünk, úgy emlékeztet arra, ami általában szokott lenni. Alul valami tálca, időnként ikonok, különböző méretű ablakok, fejléccel, kicsinyíti, nagyító, ikonizáló, bezáró egyéb gombokkal. Úgy gondolom, hogy alapjaiban ez nagyon nem tér el attól, ahogy ma kinéz egy átlag.
természetszerű minden létező pontjában eltér, ha magát a fizikai valóságot nézzük, mások rendszer, más alkalmazása, másképp működnek esetleg a nyomógombok, az ennyire nem dolgozik le. Úgyhogy ma természetesen, ha valaki desktopként akarja, akkor valami ilyesmit fog látni. De hát ugye itt volt a SUSE virtuális gép indítási felülete, hát az távolról emlékeztetett, távolról. Nagyjából olyan távolról emlékeztetett erre, mint amelyen távolról emlékeztetett ez mondjuk egy modern Windows-ra, vagy egy OSX-re. Viszont, és ez a része lesz egy kicsit fájdalmas, mit mondtam az elején, hogy ma ugyan így néz ki, ennek ellenére ilyenen fogunk dolgozni, illetve ti ilyenen fogtok dolgozni, mert én úgy gondolom, hogy ez az, amit fontosabb elmagyarázni. Ha nem is annyira a VI-t, bár azért a szívem nagyon fáj, de azért azt, hogy magával a parancsorban milyen eszközökkel lehet azokat a különböző dolgokat megcsinálni, amikre szükség lehet, az egy sokkal hasznosabb információ, sokkal nehezebben megszerezhető információ, mint az, hogy hát itt van nekünk menürendszerrel, ikonokkal, sejthető buborék helppel és egyebekkel ellátott környezetben, ugyan találd meg, hogy vajon hol van a user adminisztráció, hol van a diszk, a hálózat és a, tudom én, a Bluetooth kezelés. Az csak abból áll, hogy hajlandó vagy-e valamilyen logikus sorrendben végigmenni a menükön, az elérhető programokon, amiket látsz, esetleg jobb esetben valamilyen módon csoportosítva az orrod elé tesznek. Vagy elolvasni a dokumentációt. Vagy elolvasni a dokumentációt. Na mindegy, erről lesz egy külön rész, úgyhogy ezt most inkább nem forszíroznám a dokumentációt. Szóval a lényeg, még a véletlenszerűen egymás mellé dobálok betűket, az egy jó alap arra, hogy megtanuljátok a Unix-os, Linux-os parancskészletet. Illetve arra, hogy megtanuljátok, hogy ez mind létező parancs. Arra, hogy úgy egy normális módon használni is tudja, de ahhoz mégiscsak az kell, hogy azt a részét magyarázza el valaki, mert azt nehezebb. Csak szimplán gyakorlati tapasztalatokkal. Ezért aztán a folytatásban ugye visszatérünk arra, hogy bizony, amikor már parancsokról lesz szó, akkor jó kis klasszikus Unix-os felület, és véletlenül sem lesz reményeim szerint egyetlen egy olyan ábra sem, amiben egér látszik, meg ikonok látszanak, mert azt úgy gondolom, hogy majd úgyis ki tudod próbálni magad.